Csúfosan leszerepelt a baloldal a járvány alatt, kiderült, hogy ha baj van, nem lehet a baloldali pártokra számítani. Erről is beszélt reggel a rádióban Orbán Viktor. A WHO éppen egy hete mondta ki, hogy hatásos és biztonságos a Sinopharm vakcina, a baloldali politikusokat azonban a nemzetközi szakértők állásfoglalása sem győzte meg. Egy héttel ezelőtt hagyta jóvá az Egészségügyi Világszervezet a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A hazai baloldal folyamatosan támadta a keleti vakcinákat. Ezt azután sem hagyta abba, miután a magyar szakemberek véleményét a WHO is alátámasztotta a Sinopharm vakcina engedélyezésével. Miért dugdossák az emberek elől az egyik legnagyobb közbizalmat élvező vakcinatípust? Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője hétfőn azt kifogásolta, hogy akkor épp nem lehetett mindegyik vakcinát választani. Csak így lehet rákényszeríteni az embereket más típusú, kevésbé népszerű oltóanyagokra? A baloldal Gyurcsány Ferenccel az élen már hónapok óta támadja a kormányt a keleti vakcinák miatt. Az Origo.hu egy videót állított össze, amelyben visszaidézték a baloldali politikusok oltás ellenes kijelentéseit. Gyurcsány Ferenctől kezdve Fekete Győr Andráson át egészen Karácsony Gergelyig. Emlékeztettek arra is, hogy jogi eszközökkel is meg akarták akadályozni a nem uniós beszerzésből származó vakcinák felhasználását. A parlament honlapján még mindig elérhető az a határozati javaslat is, amelyben az ellenzéki politikusok a kínai vakcina engedélyezésével kapcsolatos vizsgálóbizottság felállítását kérvényezik. A dokumentumban azt is javasolják, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Ez tévedés. A Hír TV szerint a DK-s Varjú László viszont már azt is tagadta, hogy lett volna ilyen kezdeményezésük. A miniszterelnökséget vezető miniszter azonban a kormányinfó leszögezte, a javaslat még mindig az országgyűlés előtt van. Mai napig sem vonta vissza a baloldal azt a határozott tervezetet, amiben mind a kínai, mind az orosz vakcinát megtiltaná, amivel Magyarországon mintegy 2 millió ember oltatta be magát, akik most védettséget élveznek, szemben azokkal, akit a baloldal le tudott beszélni erről, és akik nem élveznek védettséget, és komoly veszélynek, akár életveszélynek is ki vannak téve. Most már teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar baloldal a járvány ügyben csúfosan leszerepelt. A baloldal túlságosan messzire ment. Nem segítettek, hanem csak ártottak, jelentette ki Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában. A kormányfő hangsúlyozta, járványhelyzetben a védekezés nemzeti ügy. Ilyenkor abban nem részt venni, az több, mint hiba. Ilyenkor kamu videókat gyártani, az több, mint hiba. Embereket lebeszélni az oltásról, bizalmatlanságot gerjeszteni egyes vakcinafajtákkal szemben, több, mint hiba. Orbán Viktor hozzátette, azt kell megjegyeznünk mindannyiunknak, ha baj van, a baloldalra nem lehet számítani.